Vasszili. Most már mindegy, mondta az ezredorvos türelmetlenül, nem lehet visszafordítani az összes aktákat. Berukkoláskor ő maga vagy valamelyik családtagja jelentsen beteget, és küldjék a helyőrségi kórházba. Az ilyesmit úgyis csak kórházban lehet konstatálni. A nagybácsi vállat vont. Szerette volna még megegyezni, hogy Vasszilijnak kazánba kell berukkolni, oda ő nem utazhatik utána, de az ezredorvos kinyitotta az ajtót és bement. Tűnődve nézegette az iratokat, zsebre tette, s tétován megindult lefelé a lépcsőn. És így esett, hogy Vaszilit, aki fél éve kerül csak ki a gyenge intézetéből, egy öreg szolga kíséretében el kellett küldeni kazzámba. A hatalmas szőkefiú aggódva nézegetett ki a vonat ablakán, ha beszóltak hozzá ugyanazzal a zavart mosolyjal hallgatott, nyomkodta homlokát, amit otthon már megszoktak, ebben a mosolyban valami szelíd és szégyenkező bocsánatkérés volt, hogy nem érti a kérdést, nem tud ráfelelni. Ahogy a süket vagy a vak figyelmezteti szerényen a felületes ismeretlen nyomorúságára, úgy mutatott Vasili tétova mozdulattal a szegény nyomorék agyveleje felé, mely nem tudott összekötni egymással két képzetet, melyben a fogalmak étel, víz, álom, ember külön-külön éltek dermetten és vakon, és nem volt köztük összefüggés. Még ez a két fogalom, én és Vasili sem tudott összeállni egybeforni a híg kocsonyában. Vasili, ha néha hebegve megszólalt, magáról mindig harmadik szemében beszélt. A kaszárnyában sorba állították őket, az öreg ügyetlen szolga eltévedt az irodákban, nem tudta hová kell menni, kinek kell elmondani a dolgot. Lerázták és megnyugtatták őt, csak menjen, hagyja itt a fiút, ha valóban tökéletlen elmélyű fedezettel küldik majd utána. Azonban menetalakulatok zavarában a Vasszili azok közé került, akiket egyenesen a frontra küldtek, hogy majd ott a lövészárkok között képezzék ki két-három hét alatt. Az altisztek észrevették útközben, hogy a szegény fiú hülye, de vállat vontak, ha a doktor jó volt, ők minek okoskodjanak. Hagyták hát, nem ismételték a kérdést, legyintettek is odába álltak. A bajtársak etették Vasilit, aki szelíden mosolyogva tűrte, hogy tréfáljanak vele és rajta. A kiképzésnél kiderült, hogy Vasili elég jó arra, amire kell. Mint egy jó medve, eltanulta és megcsinálta a fegyverfogásokat, eleinte eldobta puskáját, mikor elsült a kezében, de aztán ehhez is hozzászokott. Hatalmas válla meg se érezte a batyút, nem ellenkezett, mikor felrakták rá. Az első felváltásnál leküldték ötvened magával az árokba. Kettes. Mikor a gránát lecsapott, Vasszili éppen a futóárok torkolatában igyekezett előre. Pár lépésnyire volt egy tiszti fedezék, ennek a betonfalával együtt ő is a levegőbe repült, aztán a hasára esett, mint a béka. Három óra múlva, mikor magához tért, több katona közt hevert, félrefektetve az útból, néhány szanític éppen a hadnagyot cipelte kifelé, a hadnagy viaskodott velük, a nyelve lógott ki, és hebegbe hülyén folyton nevetett. Vasili felült, és mint a villámcsapás érte volna, úgy cikázott át rajta ez az ismerős, hebegő nevetés. Mint a saját magát látta volna életében először. Saját magát élő és valóságos dolog között. Hadonászni, hangosan kiáltozni, aztán életében először fuldokolva zakogni kezdett. Végre megint elájult. Hármas. Hogy hogyan történt, senki se tudta, az orvos talán helyesen a légnyomásnak tulajdonította a csodálatos gyógyulást. A bajtások nevetve veregették Vaszili vállát, öreg kujonnak nevezték, és arra céloztak, hogy el akart lógni, hülyének tetette magát, aztán meggondolta a dolgot. Vaszili nem bánta, mohón és izgalmas ámulattal fedezte fel az életet, melyre érett, 18 éves testtel adatot születnie. Mint a gyerek a játékkereskedésben, kíváncsian fogdosta össze a keze ügyébe került tárgyakat, ez puska, ez tör, az ott ellenség, akit le kell lőni. Bámulatos gyorsan megtanult mindent, és minden, amivel az intézetben éveken át hiába gyötörték, most felszínre került a tudat mélyéből. Kiderült, hogy tud írni olvasni számolni, ez persze nem emlékezett rá honnan tudja mindezt. Az esze frissebb volt, mint bárki, néhány hónap múlva tisztában volt az egész mesterséggel, amit megtanult, jobban tudta, ügyesebben annál, aki megtanította. Előre csúszott a drótkerítésig és elvágta. Szabad szemmel észrevette, hogy a leplezett cserj is mögött ágyú van. Megkülönböztette az igazitól, először hallotta meg alkonyadon a repülőgép búgását és a világra született odakint a harcmezőn. Megszületett, szürke egyenruhában, puskával a hátán, oldalán törrel, úgy, ahogy a karvaj karmokkal születik, és a rákollóval és a bika hegyes dárdákkal a homlokán. Ahogy a többiek akkor csodálkoztak, mikor először vették fel a fegyvert, úgy csodálkozott ő, mikor először jött rá, hogy le lehet venni a testéről, mint a kezét vagy a lábát csavarná le, s rakná maga mellé. Megszületett a világra, mely hegyekből és völgyekből, meg mezőkből áll, és a mezőkön hosszú, keskeny csíkok húzódnak, az árkokon túl fák, s a fákon hegyes drótok, drótokon túl az ellenség. És a levegőben madarak, se repülőgépek vannak, a madár elrepül, a gépre rá kell lőni, éppen úgy, mint azokra a másféle sapkájú állatokra, aki a dróton túl vannak. És a megszületése után öt héttel úgy lőtt az első katonát, aki a drót mögött felbukkant, mint a kör tigris, mikor az első mezei egér torkát átharapja, kinyújtva körmeit és szemeit összehúzva. Négyes. Az állóharc öt teljes hónapig tartott, ekkor egy éjszaka kimásztak az árokból. Az ellenség visszahúzódott, és Vasszili végigcsinált az egész előnyúlást le a nagy homokhegyig. Két hónap alatt vagy harminc ütközetben vett részt, márciusban káplárrá léptették elő, májusban szakaszvezetővé. Ekkor már három kitüntetése volt. Főjebb valói úgy csodálták, mint valami különös jelenséget. Egyszer név szerint szerepelt a jelentésben egy híres író, aki mint tudósító beszélt vele, nagy cikket írt róla, és a lapok átvették. Más ezredhez került, ahol nem tudtak róla, katonai dolgokban többet tudott, mint a legöregebbek. Mielőtt másról volt szó elhallgatott, de ez nem tűnt fel ott, ahol mindannyian voltak, s kinek senki -e, semmi -e otthon, kik azóta élnek, mióta katoná a korítói ütközet után, ahol egy felderítésével megmentette az ezredet, s autóstól elfogott egy vezérkari tisztet iratokkal, okmányokkal együtt, szóba került, hogy kitüntetést alig lehet már adni neki, rendkívüli szolgálataért tiszté kellene lennie. Kihallgatták, kiderült, hogy gyakorlatilag többet tud, mint két kapitánya. Az elméletekbe belezavarodott. Ekkor két és fél éve harcolt már anélkül, hogy egy napra hazakéreckedhetett volna. A hadügyminiszter külön rendelettel nevezte ki hadnagyjá, ugyanakkor megkapta egyikét a legmagasabb kitüntetéseknek. 5. Tisztársai elentei nem vettek észre semmit. Az a tónus, ami a tiszti fedezékekben, elfoglalt városok szállásain, győzelmi banketteken uralkodott, nem volt alkalmas arra, hogy kiderüljön valakiről, kisoda milyen ember, mit tud ki volt azelőtt. Mielőtt a múltról volt szó, városi életről, civilekről, had hadnagy elhallgatott, de ez nem tűnt fel senkinek. Néha, mikor a civil életről kérdezett valamit, a kérdés oly hihetetlenül nagy volt, hogy azt hitték tréfál, nem feleltek, kacagtak, nem is erőltette hát. Valami homályos, távoli kép alakult ki benne, hogy mi ismeretlen világról, amit képeken látott, szavakból állított össze. Furcsa világról, ahol különös, természetellenes törvények uralkodnak, falak és házak közt, ahol minden másképpen is fordítva van, mint a valóságban, ahol fegyver nélkül járnak, s mégse félnek semmitől, ahol nem csak, hogy nem jutalmazzák meg, aki sok embert leölt, de még inkább megbüntetik. És mint ez ismeretlen földrész benszülötteit, távoli jövevényeket, ismeretlen ország furcsa vadállatait, mint ahogy mi Afrika tarka küldöncét, a papagájt nézzük állatkertjeinkben, úgy nézte ő azt a néhány nőt, Leányt, asszonyt, akivel elhagyott városok kocsmáiban, duhaj mulatságok mámorában találkoztak, s akiket fegyverrel az oldalán ölelt meg, ahogy bajtársaitól lát. Gyakran volt szó a békéről, hogy ennek egyszer vége lesz. Az ellenséggel barátkozni fogunk úgy, mint ahogy mi most egymással. Eleinte zavarba jött ilyenkor, de később vígan mosolygott, ha ilyesmi szóba jött, elvégezte magában, hogy ez, hogy ilyeneket mondanak, valami társas játék, mint a kártya meg a kabaré, amit egyszer rendeztek, s ahol a tisztek női ruhába öltözve mindenféle bolondságot énekeltek össze februárban megsebesült, fél évre szabadságolták, s Moszkvába küldtek üdülni. Hatos Feodorovna pár percig görbén nevető szemmel nézett Andrej főhadnagyra, aztán szája elé tette kezét, és úgy kérdezte elfojtott nevetésétől csukló hangon. Hát ez meg miféle volt? Andrej lovagolva ült a széken, lovagló pálcájával a bársony rajtokat veregette, és gonoszul nevetett. Láthatja, a hadsereg egyik legtöbbször kitüntetett tisztje az én Vasszili barátom. Jó, jó, csak nevessen, hiszen maga kacérkodott vele. Persze megért a váratlan hatáson. Ja, Masher, ez egyenes ember, egy katona, ez egyszerűen megfogja, ha valamit oda tartanak elébe. Kolosszális. Mit akar? 21 éves az egész kölök, és csinos fiú, és tegnap először volt színházban. Azt mondta, hogy visszajön. Jó, ne nevesen már másra, de mikor olyan furcsán nézett, mint egy őrült. <laughs> hát akkor fél tízkor jó lesz? Magammal viszem a kulcsot. Isten vele, Isten vele, Andrej. Jaj, jaj, annyit nevettem az oldalam. Szerusz, Vasili. Hát te még mindig itt én feleksz? Nem jössz a kabaréba? Nem, dolgom van. Ugyan, mi dolgod van? Nem mondhatom meg. André gonoszul nevetett. – Na Isten veled, én elmék. – Hová? – A kabaréba. – Onnan hazamegyek, holnap találkozhatunk megint. – Jó lesz. – Maga az? – Vaszili olyan reket volt, hogy alig tudott beszélni. – Én, itt vagyok. – Az asszony megijedt. – Maga, maga őrült, menjen most! – És hogy nem mozdult, suttogta. – Jöjjön tíz órakor vissza, egyedül leszek, és mikor a fiú eltűnt, vállat font. Majd addig kitalálok valamit. A csenget és felsikoltott, hosszan kábultam visszhangzott a sötét előszobában. Kétszer, háromszor, négyszer. Negyed óráig is eltartott, míg hitte, hogy nem eresztik be. Lassan kifordult, tapogatva ment végig a sötét kerten. Mikor a kertajtót megfogta, a kilincsére fényreflex villant fel. Megfordult, és az erkély függönye előtt meglátta őket. Vaszili, te vagy az? Ha-ho, hát te itt vagy! Nem hallottuk a csengetést, gyere vissza, csacsi! Az asszonynak csak a nevetését lehetett hallani, amit a zsebkendőjében folytja. Hirtelen elhallgatott. Vaszili egy ugrással ott termett, fegyveréhez kapott. Fülében ismeretlenül zúgott a hang, nem értette, azt hitte, németül szóltak. De mikor a fincsába ért, egyszerre eleresztette a fegyvert. Andrei főhadnagy állt előtte két lépésnyire. Vállára dőlve az asszony. Andrei főhadnagy, abban a ruhában, amiben ő, nem ellenség, nem német csapkában, bajtás, orosz katona, nem lehet, hiszen azt mondta, és mégis, de hát akkor. Ha, oh, mi az, mi történt? Vaszili hé, lámpát! De Vaszili már nem felelt. A fűben feküdt egész este rángatozott, a fejét dadogva, hebegve, egyenletesen reszketett. Évek hosszú során át többféle diagnózis alakult ki. Abban megegyeztek az orvosok, hogy az ideg sok ugyanolyan természetű volt, mint a gránát csapott volna le mellett. Te. Az egyik elmélet, mely a páciens múltját is tekintetbe vette, úgy oldotta meg a kérdést, hogy a régi állapot tért vissza, a három év előtti öröklött imbecilitás. A másik lehetségesnek tartotta, hogy a három éves harctéri szolgálat lappangó idegbaja tört ki, váratlanul, amint már sokszor erőfordult. H.G. Wells egyik regényében olvastam, hogy az óriás géptestű belieket akik ki akarták pusztítani az emberiséget, egy ártatlan baktérium ölte meg, amit a mi szervezetünk fel se vesz, mert már hozzászokott. Vasili nem tudta meg soha, hogy agyát, mely ágyuk bömböléséhez idomult, az első ártatlan hazugság pattantotta meg, amivel életében találkozott.